papíron, tehát felkészülési mérkőzés, kicsiben a torna győzelemért megy a mai találkozó, nagyban pedig a magyar válogatott utolsó olyan erőpróbája, amely a, hát mondjuk ki, sorsdöntő szlovénok elleni világbajnoki selejtező előtt adatik meg. Íme a magyar népsor ugyanúgy 18 játékos Ljubomír Vranjes csapatában, mint az osztrákok 11 gólos legyőzésekor. Nyilván hát hallották önök is, hogy lesz pár csere már akár a kezdettől fogva ahhoz a csapathoz képest, de akkor is a kapusokon kívül mindenki szerephez jutott Vranjes együttesében. Erre számíthatunk tehát ma is, és hát kísérleti jellegre is, de nyilván már fókuszálva a szlovén csapatra. Ami a brazilokat illeti, hát az ő csapatuk azért egy picit a mieinknél vegyesebb, abban az értelemben, hogy 14-en vannak most itt. Eredetileg ugye 18-as volt Washington Nunez szövetségi kapitány együttese is, csak hát aztán Erika Teixeira is megsérült, valamint korábban Ponciano is kidőlt a sorból, a tegnapi napon pedig Leonardo Almeida szenvedett sérülést az osztrákok elleni mérkőzésen, amelyet egyébként a brazilok nyertek meg, tehát ők 29-27-re verték Ausztriát, ezért megy a torna győzelemért ez a csata. Szóval Washington Nunez együttese és egy olyan kísérleti összetételben, amelyben nem biztos, hogy majd júniusban pályára lép, akkor ők majd a dél-amerikai játékokon vesznek részt, illetve majd lesz egy pánamerikai kézilabda bajnokság is, egészen egzotikus helyen, Grönlandon. Na, a brazilok onnan szerezhetik meg a VB jegyüket, Németországban, valamint Dániában, hogy ott legyenek az előző tornákhoz hasonlóan. A magyar kapuban pedig láthatták, ahogy az előzetes interjúban is elhangzott, Székely Márton kezd először a Vranjes érában, de Csipos Adrián is begyűjti majd a második válogatottságát. Most már csak a hivatalos kezdésre várunk, és hát a braziloknál azért majd felfedezhetünk meg annyi ismerős nevet a bajnokok ligájából, hát a magyar bajnokságban is van egy jó ismerős, Thiago Petrus személyében, ő már is ott van a brazil védelem tengelyében. A braziloktól egy olykor egyénieskedő, de sokkal inkább, finoman fogalmazva, ez egyéni képességekre épülő játékot láthatunk majd. Nagyon attraktív, illetve nagyon zavaró, nyitott védekezéssel, és ezt már a mérkőzés első másodperceitől a saját bőrünkön tapasztalhatjuk. Lékai, Ancsin, és már is egy Ancsin gól, amivel a brazilok ismerkedhetnek meg. Ancsin Gábor nagyon sokat játszott az első találkozón, már mint Ausztria ellen. Nyilván azért ő is több cserére számíthat majd. Jó a magyar védekezés, és valamint Csípos tehát a magyar válogatottban bent középen védekezésben. Moreira Fio, hát erre az oldalra, és már ott egy technikai hiba, amit Langaro vétett el, Sipos pedig indulhat, és ami az osztrákok ellen nem jött össze, az az, hogy értékesítse a helyzeteit, az most az első adandó alkalommal megtörténik, Sipos Adrián is gólt szerez tehát a magyar válogatottban. Remek kezdés, már is két góllal vezet a magyar válogatott. Kiúfa a szélen, a jobb szélen őt azért a világbajnokságokról, olimpiáról ismerhetjük, de hát van több olyan név is. Például Rogério Moraes, tényleg akiket a bajnokok ligájában hétről hétre láthatunk. A keret, a brazil keret nagy részre Európában játszik, ezért is volt nekik kézenfekvő ezen a válogatott héten Európában edzőtáborozni. Tulajdonképpen így, hogy kidőltek párán. Hagbárt az egyetlen, aki otthon játszik. A gólt pedig a brazil gólt Daniel Langaro szerzi 2-1 ezzel. Így és fönnmaradt támadásban már középen egy ütközés. És egy sárgalapos figyelmeztetés Thiago Petrusnak. Sárgalap 14-es játékos. Adrián maradt lent. Itt még egyszer
Langaro gólja. Ancsi, majd Lékai, majd Bodó, Felipe Borges pedig egészen távol a saját kapujától védekezik. Ancsin csak bemutatta a paszt, Bodónak hagyja ott, aki Hornyáknak, aki továbbadja Ancsinnak. Most kereste Lékai, de már középen szabálytalanság. Még egyszer villan a kártya, ezúttal az egyetlen brazil gólszerzőnek, Daniel Langarónak. Oké, indult a keresztbefutással, így maradt. Tulajdonképpen teljesen üres a terület Lékai Máté előtt. Aki most már nem csak 7 méteresből eredményes, mint Ausztria ellen, hanem szép akció végén. 3-1 ezzel. Langaro. Meida elcsúszik. Mehet tovább. Eddig mehetett tovább. Ugye a brazilokkal játszottunk 92-es olimpián, egészen messze volt. 2004-es olimpiáról már I.S. Ferencnek például lehet emléke egy magyar brazilról, az nagyon szoros volt. 2011-es világbajnokságon is, akkor I.S. Lékai Mikler valamit csuk volt ott a mostani magyar csapatból, azon a győztes találkozón, és hát a londoni olimpia előtt egy olimpiai selejtezőn is megmérkőztünk Brazíliával. Pedig tehát 4-ből 4 győzelem a magyar mérleg. Pedig egy kimaradt brazil támadás után jöhetünk ismét. Moreira Fio volt, aki kiadta a helyzetet. Bodó indul el. Lékai Tiago Petrus lábáról pattan tovább. És aztán a befejezés pedig könyörtelen. Felipe Borges. Ha már annyira elő volt, akkor ő szerzi a gólt. Lékai pedig kontráz egyet, mármint rákontráz Felipe Borges találatára. Lékai két gólos. 4-2 ezzel. Terkarior megint kiszolgáltatott volt. Itt még a brazilok szép hitőgólja, egy szépen gyorsan végigvitt támadás. Ebből azért valószínűleg nem az utolsót láthattuk a mai mérkőzésen. Langarohoz vissza, ellövi, de csak I.S. kezébe kerül a labda, sőt onnan is kipattan. I.S. jó védekezése megint. Csípos szerzett volna a labdát, de már egy 2 perces kiállítást kap, mert lendült az a kéz nagyon magasra. Elnézést is kér Langarótól. Moreirától, bocsánat. Sipos Adrián tehát. Nagyon sokszor állítják a Tatabányában, a klub csapatában is. Ausztria ellen is volt kiállított, és most egyből itt a mérkőzés elején emberhátrányban tehát a magyar válogatott Tiago Petrus. Teszteli a kapufát, aztán pedig Székely Márton. Neki nagyon fontos ez a mérkőzés, mondani sem kell. Amióta Ljubomir Vranjes a szövetségi kapitány mérkőzésen Mikler Borbé párost forgatta a svéd szakember. Székely Márton utoljára tavaly nyáron, pontosabban tavasszal dánok elleni idegenbeli Európa-bajnoki selejtezőn védte a magyar válogatott kapuját. Körülbelül 10 hónapja volt. Brazil labdaszerzés, még hogyha kicsit kelekútja módon is. Tiago Petrus kiúfa a szélen, és onnan ő most már trükkösebben oldja meg. Ami szép, az szép. 4-3 kihasználja Brazília az ember előnyét. Kapus nélkül támadunk, azt fontos megjegyezni. Még több mint 40 másodpercig Lékai. Bóka Bendegúztól vissza. Lékai. Ancsin próbált zárni. Felipe Borges elől, hogy ne tudjon kilépni. Bodó
innentől fönt a játékvezető keze. Diagusz Petrus harcolt Bánhidivel, utóbbi volt a szabálytalan. Terkariol indít. Bevárják egymást a brazilok, Diagusz Petrus. Moreira. Diagusz Petrus beközépre, Hornyák szép labdaszerzése. Körülményes volt a beálló Podzer. Ezt használta ki Hornyák, aki az osztrákok elleni mérkőzés legeredményesebb magyar játékosa volt a maga 6 góljával. Ugye azon a mérkőzésen, hát hogyha ebből a két találkozóból, a két felkészülési mérkőzésből olyan nagy következtetéseket nem is lehet levonni, mindenféleképpen az EB-n kritikát kapott szélső játékunk azért életre kapott, és megmutatta magát mind a 4 szélsőnk, hogyha fogalmazhatunk így. Miért ne tehetnénk, hiszen mind a 4 gólt szerzett Hornyák a legtöbbet. Lékai, Hodó lövi el, Terkariol által is esett kicsit a lövéstől, volt benne Kraft, volt viszont nem ér. Egyenlíthet Brazília, az nem lenne jó. Moreira továbbra is irányítóban, jobb átlövőben José Toledo, 37-essel pedig ismét a pályán Daniel Langaro. Áll a labda. Podzer felé. Már Bánhidi kezében ott volt a labda. Már korábban magyar szabálytalanság. Ilyes Ferencnek a 215. válogatott mérkőzése ez. A válogatottsági örökranglistán a 8. helyezett Pásztor Istvánt éri be a mai napon. Majd, hogyha számít rá Ranyes mester szlovénok elleni VB-selejtezőkön, akkor túl is lépi, és előlép a 7. helyre. Nyilván nem ez volt a célja az ő visszatérésének, hanem a számokat nézi, hanem segíteni akar, és az első találkozón is lehetett látni, hogy az ő személyisége az azért meghatározó ebben a folyamatosan fiatalodó magyar válogatottban, abban a magyar válogatottban, amely ismét támadhat, hiszen már beléptek a brazilok. Nem véletlenül szól a Piofoki csarnokban a taps. Lékai, szóval húzza meg. Lékai, Terkariol védett, Lékait lökték. Felipe Borges volt az. Kipos továbbra is bent támadásban. Illetve maradt támadásban, így pontos. Na, Lékait most már gáncsolják. Villan a sárga kártya Felipe Borgesnek. Bóka indul a szélről, és így maradt tisztán Sipos, aki megszerzi a második gólját. Gyönyörű figura volt, és az egésznek a mozgatója Lékai Máté. Átverte kézmozdulattal a teljes brazil védelmet, Sipos viszont számított rá. Brazil egyenlítés helyett 5-3 és ismét 2 gólos magyar vezetés. Moreira. Jött a szélről. És a lövés fölé. Jól zártunk, illetve jól támadtuk a labdás játékost. Székely pedig nem siet azzal, hogy játékba hozza Lékait. És még egy gyönyörű passz. Sípos. Hát 3 gólnál jár. Nem biztos, hogy gondolta volna a meccs előtt, hogy a 11. percben így áll majd. Az első mérkőzésen volt pár olyan periódus, amikor bizonytalanabbul mozgott a magyar csapatban. De hát most megmutatja, hogy miért van itt. A bajnokságban eddig a Tatabányában 7 találatnál jár. Ott azért nem a támadás a fő szerepe, illetve feladata. Az a cseli így már sok volt, de Moreira szólója után marad a braziloknál a támadás. Moreira, Langaro, ott már szabálytalan volt a beálló Podzer. Most nem lehet indítani Sipost, Székely viszont egészen messzire hozta föl, aminek a végén ott volt Hornyák lövése, de már Ancsint látták szabálytalannak a játékvezetők. Így ismét a brazilok támadhatnak 6-3-as magyar vezetésnél. Itt már csak a végét látjuk.
Ez már nem ért. Rányos egyeztet Südi Péterrel. Minden megy tovább. Tiágos Petrus is bent a brazil csapatban. Toledo és 44-esen a pályán Tutra. Tiágos Petrus. Toledo szépen fordul be, de már belépett a második forgása közben. Toledo túladalon pedig még egyszer próbálkozhat Kornyák, és hogyha előbb nem is tudott pontosan végigmenni a támadás, illetve végig tudott, csak nem ért a végén a találat, most ér Kornyák gólja. 7-3, és mire ezt kimondom, brazil időkérés, éppen pedig Deli Rita is. A brazil időkérés alatt reményeik szerint a Rányos mestert hallgathatjuk meg. So, it's good, okay? It's not bad. Gabor, you stay in the defense, then you change. You continue and then you change, okay? Listen up and attack. I want you to play Yurish, okay? Go first like this, Richie. Go first like this and play Leka. Leka, you go this. Play the ball, go a little bit with the ball. Take it Nyugi, okay? You come, take him like this a little bit, okay? Play to Leka the ball, you, Shippy! You understand now? Yurus, Richie gets the ball, he plays back, you run to number five, okay? You go one on one, both sides, has this and this. Leka! Képen a magyarországi brazil különítményből páran Alexandre do Nascimento táncol ülve, mellette pedig a váci különítmény Carol de Sorza, valamint Barbara Arenhart. Sokat járnak vasárnaponként meccsre. Múlt héten ugye a Magyar Kupa döntőjében Eduard Amorimot nézték meg, most több honfitársukat, akik 4 gólos hátrányban vannak. Az időkérésből pedig vehetjük ki, hogy Jugomir Vranyes valamiféle halálos fegyvert szeretne támadásban faragni Sipos Adriánból, hiszen rá lesz majd kiegyezve egy-két támadás. Már hogy eljut hozzá a labda. Ijést, ha majdnem csúnyán mondtam, arcon ütötték. 2 perces kiállítás Tiágos Petrusnak emiatt. Aztán megbeszélik persze. Ott. Nem kell magyarázni az ítéletet. Tiágos Petrus kiesésével a brazil védelemben Rogério Moraes, a Várdár Bajnokok Ligája győztes játékosa. Balog, Tercariol az első nagyobb védése, Balognak pedig az első lövése volt. Csatájukat a képen látható kapus nyerte, Kornyák pedig már a helyén védekezésben. Most a brazilok kapus nélkül érkezik Langaro, középen Dutra. Toledo és a befutó Felipe Borges túljárt a magyar védők eszén. Most rá nem figyeltünk, hogy a szélről befutott. Megszerzi a második gólját Felipe Borges. Azért arról a nyitott védekezésről, amit a találkozó elején láttunk, a brazilok visszabálltak. Jó lehet most, persze ember hátrányban vannak. 7-4-es állásnál újra próbálkozhat majd Lékai Máté. Balog le a szélre, Hornyák! A kapufáról jön ki. Megint sokat úszott a levegőben. Most talán egy picit túl sokat. Útra majd Langaro, Toledo Kiufa, megint a szélen Felipe Borges. Jó a blokk, Ijés. Útra volt, aki nem tudta mellette ellőni. Széke is mozdult a labdára, de most
Jöttek ismét a brazilok. Ash. Ledo. Langaro. Ilyes nem tudta becsapni. Leütéssel. És milyen a labda, hiszen mehetett volna tovább, de belépett Langaro. Ilyes cserél. Kipos marad bent. Marad beállóban. Kornyák, Balog is fönt, Tiágus Petrus pedig az övének magyaráz a kispadról. Túl az első negyed órán, 3 gólos magyar vezetés Lékai, majd Balog. Nagyon kisodródott már Balog, de még tovább tudja hozni. Brazil kispad reklamál, fönt a játékvezető keze Lékai, ami lesz ennek a vége. Lékai 3. gólja. Csak kijátszottuk a végletekig, nem biztos, hogy teljesen tudatosan minden elemében, de Lékai megoldotta. A 3. gólja Lékai Mátének, 8-4. Dutra. Tiágus Petrus ismét a pályán. Jó kaput keresztbe és ütközik Ilyéssel. Az úgy már sok lett volna. Toledo forgolódik. És aztán ellövi. Székely Márton pedig védi, úgyhogy el sem pattant tőle a labda, és ebből gyorsan lehet indulni. Bóka veszi észre, hogy a túloldalon Hornyák jön, valamint Balog. És Ferenc pedig kicsit visszavesz a tempóból. Lehet, hogy Balog is ellőhette volna futtából, de inkább mondja meg a figurát Lékai Máté. Beleérnek a passzába. Tiágus Petrus volt, elől pedig már Dutra. Első gólra is váltja ezt az elhagyott labdánkat. A 3. gyors indításból szerzett góljuk a braziloknak. Többen játszanak a spanyol bajnokságban a brazilok közül, mint például a gólszerző Dutra. Pedig a Borges megint kinyitotta a brazil védelmet, ebből pedig Toledo indul. És akkor ott van egy újabb gyors indítás gól. José Toledo, ő a Plocki játékosa, Moreira a Leoné, Felipe Borges a Sportingé, Tiágus Petrus Szegeden játszik, és ugye Rogério Morás a Várdárban, csak hogy a Bajnokok Ligájában játszó játékosokat említsem a brazil csapatból. Olyan kézilabda boom a brazil férfi kézilabdában még nem volt, mint a nőiben. Amik ugye világbajnokok is voltak. Balog pedig gólt szerez. Már sokadjára próbálkozott meg ott átvenni a brazil védőfalon. Most sikerült neki. Balog góljával 9-6. Dutra. Tiágus Petrus. Rogério Morás próbált neki zárni, és ki fogják állítani. Morás nem magától esett a földre. Most láthatjuk azt a birkózást. Ezért nem kellett kétszer mondani Morásnak, hogy dőljön hátra. Az ítélet egyértelmű. Emberelőnyben lesz majd Brazília. Melyben a jobb szélen ott van a torna előtt válogatottsággal nem rendelkező Hagbart. A szélen pedig Nová is, tehát két új szélső, de aki rálövi, az Tiágus Petrus. Első gólja a szegedi játékosnak. Ugye megszokhattuk, hogy Szegeden inkább a védekezésben van nagyobb szerepe. Ennek ellenére például a Riói olimpián a 2. legeredményesebb játékosa volt a brazil csapatnak. Első dél-amerikai csapatként volt ott akkor az olimpia legjobb 8 csapata között. Fesztivál hangulatban játszhatott hazai pályán. Hát itt a siófoki csarnokban azért fesztivál hangulatról nem lehet beszélni. Még hogyha sokkal többen is vannak, mint a pénteki osztrákok elleni mérkőzésen a lelátón. Nova is volt, aki megállította Lékait. Fönt a játékvezető keze, így támadunk. Lékai nagyon nagy paszbáli direkt.
megvan Bánhidi Bence gólja is, tehát a mai mérkőzésen. Erre nem tudott felkészülni Langaro. Sőt, még egy kiállítás is, amit elkönyvelünk, éppen Langarónak, akiről góldobott tehát Bánhidi. Itt van még egyszer, Lékai elindul balra, majd ott nézzék azt a csukló mozdulatot. Bánhidi pedig a megszokott módon váltja ez gólra. 10-7 ezzel. Dutra, Toledo, vissza a feladóhoz, de középre, ez itt Székelyé. Bóka észreveszi, hogy üres a kapu, és milyen jól tette Bóka Bendegúz. Ez most már lázba hozza azért a siófoki közönséget is. Egy passz, egy lövés, és egy gyors gól. Bóka Bendegúz ugye 2015 után volt ismét válogatott két nappal ezelőtt. Mondhatjuk, hogy jó volt a visszatérése, hiszen 3 góllal is tudta segíteni a magyar csapatot. Sőt, most azzal, hogy megakadályozta a paszt Hagvárt felé. A magyar védelemben Bánhidi valami sok középen. Rozsérő Morásnak, hanem Bánhidinek valami csuknak is járt az a bizonyos figyelmeztetés. Tiagus Petrus, indult Hagvárt. Tiagus Petrus, na ott mit akart azzal? Passzolni nem tudott, lőni se akart. Meglökte talán Bodó, így van. Mint a játékvezető keze, Dutrá beleír a blokk. Székelynek ez így csemege. Csak most ér vissza Terkariol a brazil kapuba. Talán egy picit későn vettük észre, de még így is jó lehet ez. Bodó érkezik 9-ről, leütötte. Erre figyeltek a brazilok. Terkariol mutatta, hogy valami nem oké a labdával. 4 gól az előnyünk. Az utóbbi percekben azért több hiba támadásban. Azért azokat a nagy brazil rohamokat, amikre lehetett számítani, azokat a gyors gólokat helyek közel jól elővételezzük. Ariel Langaro középen, Tiagus Petrus. Dótól vissza, Tiagus Petrus. Ez így csúnyán fölé, jó magasra ugrott. Aztán jó magasra is dobta. Eriston Nova is, aki most a zavaró. Brazilok 5-1-es védekezésében. Bodó helyén pedig Liget várja a pályán. Ezzel a lendülettel pedig időkérés. Juhamir Brányestől, Ligetvári már is jöhet vissza a kis padhoz. So, I don't know what you call it, okay? You stay there, okay? You get up, you get the ball from him. If he goes up, you go this way, and you play him again the ball. And then you run like this, you attack, Benson, you're there, okay? And then we have this. Okay? Ligetvári Patriknak egy gyors fordítás. Nem az időkérést Balogh Zsolt zárta. Ez Bóka Bendegúzzal a mozgásukat nézni. 23. perc, amikor 4 góllal vezet a magyar válogatott. Továbbra is nyitottban védekezik Brazília. De most már labdához ér Ligetvári Patrik is. Ornyák passza egy picit magas volt, még Ligetvári Patriknak is magas. Az egyik nézőnek volt csak jól lelátón ez így. Odaadtunk így akkor egy támadást a braziloknak.
hangárunk mutatta, hogy jönnek el a keresztmozgások. Jágusz Petrus elindult, Toledótól kapja meg a labdát, Rogério Morás a falban birkózik, Havard hozta vissza a labdát. Jágusz Petrus páros lábra ugrott fel, erre számított Székely, Bókán löknek egyet, így is gólt szerez, de 2 perces kiállítást és ért Toledo manővere. Villámgyorsan fölértünk, illetve egészen pontosan Bóka Bendegúz. Ott van a szabálytalanság, és ennek ellenére, meg a fájdalmas arc ellenére egy remek befejezés Bóka Bendegúztól. Inge számokkal is, amit elmondtam. Jágusz Petrus, Nová is. Andáró. A rövidre bedobta. Két ember is volt a nyakán. Mondják, talán nem volt teljesen agresszív vele szemben. Ember hátrányos gól a braziloktól. Balog. Jágusz Petrusra ugrott rá. A második gólja Balognak. Most nem járattuk nagyon. Balog talált egy rést, és már is bedobta. Angárótól tovább. Jágusz Petrus. Sokat van támadásban a pályán. Nová is fut keresztbe. A beállóhoz Bánidi volt, jókor jó helyen Ligetvári, Ancsin, Ornyákot indítja ki, tiszta zicserben. Egyértelmű a befejezés. Ornyák második gólja, most ellépünk Brazíliától, méghozzá 6 góllal. Könnyű gólok most magyar oldalon. Jágusz Petrus, Langaro. Még egyszer át. Guimarães. Lépett rá ki, onnan visszafordult a brazil. Önt a játékvezetők keze természetesen. Jágusz Petrus gólja tehát. Ez nem annyira természetes. Másodszor eredményes. Pénteki mérkőzésen Ausztria is előszeretettel védekezett 5-1-ben. Az ellen tehát jól felkészülhetünk. Balog passza rossz volt Bánhidinek, ezért a szájhúzás. Elől már pedig, már ellépte. Így akkor nem ér a gól. Podzer addig-addig teketóriázott, amíg nem ilyen kalabda. Itt Lékai kicsit elugrott. Nem mondom, hogy direkt, de így volt jó. Balog. Léka itt most kiveszi a játékból. Jóviszton Nová is. Ligetvári 9-ről. Nagy gól. Másik oldalra várta a lövést. Terkariol. Jágusz Petrus, Langaro, majd Guimarães. Megint Podzert keresték. Ez viszont így hosszú volt Hornyáknak. A másik szélső Bóka indította. Picit elmérte így a dobást. Bóka Bendegúz. Ja, Hornyák a pénteki osztrákok elleni mérkőzés után elmondta, hogy azért ahhoz nincs hozzászok, vagy annyit legyen pályán, és annyi feladata legyen támadásban, mint amennyi volt azon a bizonyos mérkőzésen. Meres. Langarónak. Teljesen Podzerig vitte. De mindenki mindenkibe belerúg egyet. Áll az óra. Reméljük, sok nem sérült meg. Hey, hey,
konkrétan melbe térdelte Mihály Langaro Csuk Timuzsint. Őt kőből faragták. Legalább. Langaro, ez most bent van. Későn léptünk rá ki. Nem volt ütközés, ennek örülnek a brazil lányok a lelátón. A sárgában az a Leonardo Almeida, aki ugye az osztrákok elleni mérkőzésen megsérült. Most itt a keretben, te is ráfigyeljünk, hanem Balogra. Ott nem volt tovább út, hárman zártak össze előtte. Bánhidi Lékai bukott keresztbe. Bánhidi eléggé kiszorított helyzetben, de onnan is bedobja. Hagbart, ehhez most kevés volt, hogy védekezzen Bánhidi ellen. Ahogy ő ezt tudja, azt egy nem maradszik meg Hagbart szintű játékos ellen, még onnan kiszorított helyzetből is Terkari a lába között. Bánhidi második góljával 16-10, visszaállítjuk a 6 gólos különbséget. És itt az eredménye Hagbart iménti tevékenységének. Ő kiállt kapus nélkül támadásban a brazilok. Lassan belépünk az utolsó percbe az első fél időben. Máres gyorsan váltott irányt, Kiuffa, Székely. Podzer, és így Székely tehetetlen. Tudjuk összegyűjteni a labdát, 16-11. Hiába jött egy kapus bravúr, nem is akármilyen. Podzer a gólszerző. De visszaállíthatjuk a 6 gólos különbséget a szünetre. Balog jobbra nézett, balra passzolt, Móka pedig gyönyörűen ejt. A mérkőzés eddigi egyik, hanem a legszebb gólja, főleg az átadás miatt. Terkariolnak azért sok sikerélménye nincs a mai mérkőzésen. A levegőt paskolta meg. 10 másodpercen belül Tiágus Petrus 10 méterről Ancsin blokkol, és akkor ez volt az első félidő utolsó jelenete. Összességében magabiztos magyar játék, és magabiztos magyar vezetés támadásban és védekezésben is. Brazília fölött állunk, ezt mutatja a 17-11-es vezetés, de maradjanak velünk a második félidőre is. A siófoki torna eddigi három félidejében egyaránt 11 gólt kaptunk. Most 17-et lőttünk, így önök is olvashatják ott fönt, hogy mennyi a szünetbeli állás, és hogyha a negyedik félidőre is maradna ez a 11 kapott gól, azt gondolom, hogy azzal a magyar csapat játékosai közül is mindenki elégedett lenne, és talán jobban mérő Vranyes is. A brazilok pedig nyilván még egyeztetnek egy kicsit, ugye Washington Nunez elmondta még a torna előtt, hogy az azért megnehezíti a védekezését a brazil csapatnak, hogy Enrique Teixeira kiesett, meg Thiago Ponciano is. Egyébként a bölcsesség fog a gyulladban, és azért nincsen itt. És hogy a játékosok, a brazil játékosok a klubukban egy hatos falas védekezéshez vannak szokva, itt a válogatottban pedig 5-1-et erőltet a mester. Rányes koncentrál, lehet, hogy azért fejben már ugye csak ott van Szlovénia az agyában a mesternek. Szlovénia egyébként a hétvégén szintén a felkészülés jegyében játszik két mérkőzést. Szombaton hazai pályán Fehér Oroszország ellen 34-29-re nyert leendő VB-selejtezős ellenfelünk. Ma délután játsszák ugyanebben a párosításban a másik mérkőzésüket a szlovénok. És készülnek tehát. Az majd egy nagyon-nagyon fontos mérkőzés lett, annyira ne is ugorjunk még előre. A szünetben Borbély Ádámot melegítették a társak, Székely Márton viszont a második játékrész kezdetén is ott a magyar kapuban, ugye az első találkozón Ausztria ellen Miklár Roland végigvédett. Lehet, hogy
Korbé Ádámnak nem jut ma szerep, vagy csak nagyon-nagyon kiegészítő a végén, ezt majd meglátjuk. A magyar védekezésben ezúttal középen a Suk Ijés páros. Bókalmányt hordják maradt a két szélen őket, egyébként az első mérkőzésen ország, valamint Bohács másik fél közepétől váltotta a Kiufától tovább. Toledo, Nagaro majd Podzer. Nagaro lövi rá, óriási gól. Nagaro így a brazil csapat, de az egész mezőny legeredményesebb játékosa lett, a negyedik gólját érte el. Ez lesz az egyetlen öröme a mérkőzés végén, azzal elégedettek leszünk. A braziloknál középen ezért a Moraes, valamint Thiago Petrus, Mancin, ez nem biztos, hogy teljesen így akarta, Bodó, majd Lékai. Thiago Petrus lépett ki Bodóra, lehet, hogy egy picit meg is zavarta, mellé ment a lövés. Thiago Petrus most elől, le a szélre, Kiuffa, ott nem tudott vele bemenni, Toledo. Jágusz Petrus pedig cserél. És még egy beálló Podzer középre. Moreira. Megcsúszott. Toledo, Moreira. Csak tovább osztja. Pont a játékvezető keze. Passzív jelzést találítja meg Bodó. Moreira fiót. Moreira a beállót kereste, és meg is találta. Marad a braziloknál a támadás. Podzer már 7 méterest reklamált, amikor lefutott. Lehet, hogy abban a hitben futott le, hogy ez most már elengedik. Nem volt a vonalon Ancsin, így volt a szabad dobás. Ancsin pedig most már akkor indíthat. Picit ez lassabban fog megtörténni. Valami gond van megint a labdával. Ugye a brazilok most ugye nincsenek teljes fordulatszámon, ezt azért le kell szögezni. Ennél azért sokkal jobb csapat a brazil, mint amit ma itt mutat. A legutóbbi két világbajnokságról is a 8-at döntőben estek ki. Úgyhogy egy gólos vereséget szenvedtek 2015-ben a horvátoktól, aztán tavaly a spanyoloktól. Mert tudnak nagyon komoly játékerőt képviselő csapatokat is megverni, megszorongatni. Tehát nekik azért a VB részvétel, ez mondom, egy grönlandi, pánamerikai bajnokság 12 csapatából az első háromban kell bent lenniük, azt azért könnyűszerrel teljesíteni fogják, és előtte is még lesz egy felhozó tornájuk, tehát nekik nem kell itt kulcsformában lenniük, építkezhetnek a sárga mezesek. Bodó. Lékai. Ancsin osztották tovább, beleír a blokk. És ennek körül Cesar Augusto Almeida. Ő van most már a brazil kapuban. Egy Tercariola, ahogy láthattuk a statisztikát, 6%-kal védett az első fél időben. Ez nem túl jó, de egyelőre Almeida százalékát sem teszi túl magassá Lékai Máté. Gyönyörű lövés takarásból. Lékai is 4 gólos. Marad a 6 gólos különbség. Toledo. Az egy rossz passz. Nagaróta vissza Toledo. Nagaró lövi el. Székely. Biztos pont a magyar kapuban. Ebből fordulatunk, Ijés is fönnmaradt, illetve Suk Timuzin is. Nem volt jó a bejátszás Ancsintól Suknak. Érkezik Bánhidi. Jó, Bánhidi. Ó, micsoda játék, kapufa a vége. Ennek ellenére ebből is látszódott. Jól begyakorolt páros kapcsolat volt. Székely.
nem mozdult el, talán a vállával védett, mindegy is. A vállával, a jobb karjával Moreira lövését. Először vezethetünk akár héttel. Bodó kezére ütöttek oda érzésem szerint. Felipe Borges, ennek ellenére fordulatnak a brazilok. És akkor ott Langaro. Az ötödik gólja. A második fél időben csak ő volt eredményes. Lékaival külön párbajt vív. A második fél időben. Langaro Lékai 2-2. Magyarország-Brazília 19-13. Braziloktól a fürgébig beálló Otzer a pályán. És Juk a magyar védelemben. Ottól ezúttal fölé. Ancsin Bodó most is maradt fönt a Juki és páros támadásban. Egészen eddig jönnek a cserék. Nyitott védekezésben továbbra is Brazília. Itt pedig még a gólunk Lékai. Hát nem volt nehéz dolga. 2 perces kiállítás Moreira fiónak. Mondják került a földre. Érkezik Lékai. Petrus mellett Bodó. Ez Almeida kezében halt el. És akkor Almeida jön is le. Kiper hátrányban, ha tart ellen támadjon Brazília. Látni nagy játékkedvet a brazil játékosokon. Neki áll, Tiagus Petrus hangosan próbál irányítani. Egy darabig nem mozgott senki, na talán most kiuffa, hoppá. Hát ő bemozgott. A második gólja kiuffának. Az osztrákok ellen volt a legeredményesebb brazil játékos a maga 6 találatával. Nem csak a hajszerkezete figyelemre méltó, hanem a technikája is. Ancsin Ornyáknak, talán beleértett Felipe Borges. Lékai ellövi bele a blokkba, így a miénk. Podzer blokkolt. Lékai megint Ancsin kereste, és így nincsen bent Almeida. Két jó védés a brazil kapustól. Ancsin előtt megírt a terület. Juffa, Toledo, Tiagus Petrus. Most fordít a sorrendben. Felipe Borges. Toledo érkezett. Óriási lendülettel. Marad nála a labda. Langaro. Felipe Borges próbált zárni. Tiagus Petrus csúnyán mellé dobja. Székely pedig indít. Tiagus Petrus visszaér. Na akkor ismételten jöhetnek a brazilok. Langaro. Akkor ő megáll. Olyan gyorsak ezek a brazil támadások, ez már azért az első fél idő után is megállapíthattuk, mint amihez hozzászokhattunk, vagy amit esetleg vártunk. Juffa. Podzer valamint Ijes. Ijes volt
a szabálytalanabb. Kettő perces kiállítása jutalma. A torna során, hogyha jól emlékszem, akkor még így is van, amint Suk nem dobott gólt. Öt gólos előnyben, de emberhátrányban a magyar csapat. Jágusz Petrus kereste, illetve meg is találta a szélt. Székely! Kiúpa pedig majdnem még lecsapott a kipattanóra, így azonban nem. Itt egy újabb bravúr Székely Mártontól. Az is igaz, hogy Felipe Borges egy picit lassan szedte össze a labdát, volt ideje kimozdulni Székely Mártonnak, ez segítsen volna az érdemeiből persze. Bóka, Lékai. Bodó. Bóka lefutott. Bodó nem azt nézte, hanem hogy hova lehet lőni. A jobb alsó sarkába. Bodó Richard első gólja a mérkőzésen, ember hátrányban. Sem Tiágos Petrus, sem Rogério Morás nem volt még ott a helyén. Ennyi kell Bodó Richardnak. De aztán közben megsérül Perkariolnak. Magyaráznak a kispadnál. Lehet, hogy annál a lövésnél úgy esett hátra, hogy bevert a tarkóját. Sőt, egész biztos, hiszen egyébként nem lenne így a tarkóján. Tiágos Petrus az úgy már sok. Itt fordulhatunk. Nem túl összeszedett a brazilok játéka. Maradjunk annyiban. Székely le, Bánhidi be. Még 15 másodpercig vagyunk papíron ember hátrányban. 5-1-ben védekeznek a brazilok. Lékai teljesen kint, Felipe Borges. Bodó. Bizárt neki, Lékai, Bóka. Lékai rejtse Bókát. Bodó, Ancsin, Almeida. Nem esett hátra a lövéstől, csak oldalra. Már is többet tett hozzá a mérkőzéshez, mint Dagustás a Terkariol. Le a szélre Kiuffa, megint a hosszú alsót választja, megint jól. Ez most egy gyorsan végigvitt brazil akció volt. Szép az Toledótól. +15. A pályán Bartók Donát. Valahogy az osztrákok ellen is hasonló időtájban szállt be a mérkőzésbe. Bodó nem adta oda Bókának, ezzel átvett pár brazil játékost, így pedig saját magát is. Toledo. Jágusz Petrus. Többaradt támadásban beállóban Rogério Moraes. Bát lövőben pedig Guimarães. Túloldalt választja Felipe Borges. Na még egyszer próbálkozhat akkor Guimarães. 9 méteren ellövi Székely, és úgy sokat vált ki Felipe Borges. Konyák pedig köszönte szépen, és összeszedte a labdát Lékai. Visszaállt a 6 gólos vezetésünk. De csak miután Jugomir Vrányes időt kér. 15-nél. Okay, listen up. A moment now in the game, okay? We don't go down. I don't care if you do mistakes or not. You have your head up, okay? And then we fight together. It's really important to show that, okay? Listen up. So, I just want battle, okay, that he goes one-on-one. So please, stand in front of him here,
In front, not there, that there. Stay. Aleka, you just go this way, you go this way. When you get the ball, you just go pass, you go there, okay? And just go, he will come up. He will come up. So you have the space, don't go down too much, so you can play him. And then I want this play. Both sides. Okay, gyere. Most kell egy kicsit támadásba. Kettő, három! Továbbra is hűtik Almeidát. A magyar időkérés elejé is fontos volt, hogy vannak is hibák, azok különösebben most nem érdeklik Lubomir Vranyást. Amit aztán mondott, azt szeretném mindkét oldalon látni. Lékai végig a pályán támadásban, ez azért fontos, hiszen az osztrákok ellen azért Juhász Ádám is komoly lehetőséget kapott. Lékai, Bánhidi, ott nincs ember, aki tartja, főleg nem tovább is. Bánhidi tehát, ezen a mérkőzésen 3 gólos az előző válogatott mérkőzésen átlépte a 100 gólos határt. És valami sukavédőfalban Bartokkal is, Bodóval kiegészülve. Akbárt Langárónak hagyta ott. Imeres. Langáró. Még mondhattuk a nevét gólnál. Nem sírtam értem. 45. percben 5 gólos magyar előny. Hoppá, Bartók. Egészen messze Bánhidi, aztán nem adta Bodónak Bartók. Azok már technikai hiba. Almeida, Jágusz Petrus. Így megtalálják a beállót, így pedig 7 méteres lesz. Ez az oda-vissza jelenetsor, ez nem Bartók Donáté volt. A mérkőzés első büntetője következik majd. Jufa végzi el. A mai világbajnokságon is ő volt a brazilok büntető felelőse. Most az elsőt gólra váltja. Jó százalékkal szokta ezeket értékesíteni. Szépen lassan a Jufa is eljutott 4 gólig. 11-17. Lékai. Ezt a kijött rá Tiagos Petrus. Moraes. Nem értek oda a brazil védő. Bánhidi viszont teljesen üresen maradt így. Az eddigi egyik legkönnyebb gólja Bánhidinek a mérkőzésen. Bartók volt megint nagyon agresszív. Bánhidi le is fut. Ríjés. Itt ajtóablak. És Almeida. Fátó Gimáres, Akbárt a szélen. Gimáres, ki fog itt lőni? Ketten próbálnak középen zavarni. Podzer veszi át egy kézzel. Bartók rángatja meg, majd ülhet le a padra. Meggyűlik a baj a Bartók Donátnak, ott most a brazil támadókkal. Volt a véleménye az esetről. Ember hátrányban ismét a magyar válogatott. Podzer, Jágusz Petrus. Székely. Már mondtam volna, hogy nagyon könnyű lehetőséget adtunk itt Jágusz Petrusnak. Viszont ilyen esetekre otthon Székely Márton.
ott jól zárt Podzer, Tiagos Petrusnak nem engedte oda nyúlni, odaérni Iést. Érkezik Ancsin. Kornyák, Lékai. Adó Tiagos Petrus követi. Ancsin pedig egy pillanatra langáró. Bodó viszi tovább, de már meglökik. Ancsin. Lékai két ember között majdnem sikerült neki. Aztán belemosolygott Tiagos Petrus arcába. Tiagos Petrus pedig csak lökni tudott rajta. Ezért fárad a brazil játékos. Lékai pedig már 5 gólos. Még ember hátrányban védekezünk. Székely! Sokadik bravúrja. Mindegyik sarokba elért eddig. Liget vári bent bal átlövőben. Ancsin a jobb átlövő. Kornyákat indított egy kézmozdulattal Lékai. Erre elindult Bóka is a túloldalról. Bánhidi, Ligetvári, Lékai. Ancsin. Lékai fog lőni? Nem. Bánhidi lő, kapufa. Megint egy majdnem tökéletességig végigvitt figura. Nem volt idő viszont cserélni Tiagos Petrus. Nála látnak belemenést. Lent maradt Ancsin. Sérülés most nem jönne jól. Neki is markáns véleménye van az esetről. Bal vállát fájlalja. Bartók harcra kész, de ez azért nem jó jel. Ott Tiagos Petrus neki szaladt. Ütközésnél lehetett igazából fájdalom, nem a leérkezésnél. Így Gábor doktor vette kezelésbe. Bartók a pályán a helyén. Bartók eljut Bánhidi ez a labda, és akkor ez így bent van. Ő is 5 gólos, Bánhidi Bence. Bartók jó asszisztja. Nagyon szorított helyzetben volt ott az átlövünk. Ilyes és Suk megint bent. Igen, várj valamit. Bartók kettesben. Dutra irányít. Nová is. Tiagos Petrus végig játssza a mérkőzést. Most már kijelenthető szegedi játékos. Megint őt látták talán szabálytalannak. Inkább a neki zárót. Lényeg a lényeg. Nél támadunk. A mérkőzés legrosszabb jelenet sora pedig Ancsin sérülése eddig. Reméljük, hogy egyáltalán nem komoly. Lékai át tudta venni a labdát. És gólt szerez, valamit 2 percre kiküldi Tiagos Petrust. Itt rontotta el a kirepülést Toledo. Lékai pedig ott tette teljesen egyértelmű a kiállítás, Tiagos Petrus megint. Nyolc gólos előny belül az utolsó 10 percen. Ország is a pályában, mint Bohács is, cserete állt a két szélen. Balog pedig most érkezik vissza.
rá Langaro Nova is. Orás. Gimenez. Ő lövi el. Talán mondanom sem kell, Székely Márton a végállomás. Lékai már elől, Balog. Lékai indítja majd a két szélsőt. Ország, és bent van. Első labdaérintése, illetve első gólja Ország Ádámnak. Egy picit tiszta érkezésnél elesett, ott csúszik egy kicsit, lehet, hogy meg kéne állítani törlés miatt. Ország Ádám góljával 9 gólos a magyar válogatott előnye, a győzelmet semmi sem fenyegeti. A győzelem értéke lehet kérdés. Ugye, hogyha tartani akarjuk ezt a 11 gólos félidei kapott gólos sormintát, akkor már csak 4-et lehet engedélyezni Brazíliának. Toledo. Székely. 13. védése Székely Mártonnak. 30 lövésből láthatják, mindez mit jelent. Nagy a különbség a kapus teljesítmények között is, még hogyha most Almeida védi Balog lövését. Marad nálunk a támadás. Hiába futott már a két szélsőn tulajdonképpen alapvonalig. És akkor pályán Juhász Ádám is irányítóban. Nová is jött rá ki. Újabb válogatott mérkőzés tehát, amikor nem a szélen játszik Juhász. Balog. Almeida ezt szemmel sem tudta követni. Balog góljával 10 gólos a különbség. Rászámol a siófoki közönség. Időt is kérnek a brazilok. Eddigi legnagyobb brazilok elleni győzelmük a 2011-es világbajnokságon volt, 12 gól, közelítünk e felé. Nem gól, okay? We don't want any goals. We said what we have. We have more three, okay? If they play 7-6, if they play 7-6, we let the wings shoot. So if the line players are here, okay? And he goes this way. We go like this. Okay, so he has to play him the ball, do you understand? Both sides. Ez a kettes, jó? Okay, so in attack, okay? If he's upstairs now, Juhász, okay? I want you to get the wing, okay? The wing, you play him the ball, okay? And then afterwards you run inside, you play him and you go here, pivot, okay? Nehéz volt a csarnokban búslakodó magyar szurkolót találni. Közben azt látom, hogy a brazil különítményben lelátóra Eduard Amorim is, mintha megérkezett volna. Braziloknál most a lelátón komolyabb csapat talán, mint a pályán. Ezért ilyen határozottan nem jelentenénk ki. Dutra, Guimarães, Langaro, hó! Hát ő azért az átlövéseivel tartja a brazil válogatottat. Az ő lövéseire lehet számítani. Legalább a harmadik, ami a felső lécről vágódott be, Ím Amorim. Mert ugye kis Éva is. Podgoricával hazaértek a győriek. Ezeket ezt is jelenti. Boács futott keresztbe. Balog inkább a túloldalt választotta már. Baloldal nem tudott senkinek passzolni, és ez volt a legjobb Ország Ádám második találata. És akkor már csak Boács Sándor
nem volt eredményes a ilyen közül a szélen. Valóg lépett volna ki a passzra. Mares. Hodzer. Ezt most szépen csinálták a brazilok. Időkérés óta azért két határozottabb gól. Mares passza. Hodzer gólja. 28-19. Lassan belépünk az utolsó 5 percbe. Balog. Juhász. Balog megint. Ez most nem jó passz. Tiágus Petrus, majd Langaro. És aztán Tiágus Petrus. Így nem volt nehéz dolga, hogy elcsúszott Ligetvári. Ott még Nova is tovább tudta potorni a labdát. Tiágus Petrus pedig befejezte. Balog. Kovács futott át a túloldalra, Ligetvári. Időkérés. Még van mondani valója. Valamiért Brányesnek az utolsó időkérése. Hey, listen up. Listen up. Yeah, it doesn't matter. Listen up. They are much more aggressive now, okay? So when you go inside, they go up, okay? So I want you to go like this next time. You, okay? And you go like this, but then you run outside. You run, pivot this way. You run this way. Do you understand, Juhász? You will be here, okay? The same thing now, do you understand? A backdoor, a backdoor. You get the ball, he is there, the left wing. Pivot is there, he runs this side. You get the, he's there. Go this way with the ball. He goes that way. Okay. Get the arrow. Újra tudatosította Vranyes mester az átlövőkben a feladatot, csak úgy, mint az előző időkérésnél. Juhász fönt irányítóban. Ligetvári és Balog is maradt. A szívjelzésnél támadunk, ezt ne feledjük. Juhász inkább egyedül csinálja meg. Vranyes reakciójából ítélve nem biztos, hogy teljesen ez volt így megbeszélve. Tiágus Petrus lejön támadásban. Kap egy kis pihenőt tehát. Gimeres. Langaro, majd Dutra. Két beállóval a brazilok. Most nélkül Dutra. Ez most bement a felső sorokba. A második találata. 28-21. Nová is teljesen kint a brazil védekezésben. Juhász, majd Bohács. Való, Juhásznak. Oh, Károly lent volt a lába, az egészen elképesztő szög volt. Dutra lövését most Székely Márton védi. Timuzsin pedig tulajdonképpen beleolvadt Hodzer karjaiba, annyit fogta őt a brazil. Székely védése. Még egyszer. Marad Brazília 21 gólon. Még mindig van esély a csak 11 kapott gólra. Juhász. Már megállította őt. Langaro, valamint Nová is. Való 9-ről. Másik oldalra mozdult Almeida. Nem volt kegyelem. Balogh Zsolt jól szállt be a mérkőzésbe. Ez mutatja a negyedik gólya, meg az a vállalkozó kedve, amit behozott a magyar válogatott játékába. Első fél időben is rövid ideig, a második fél időben pedig főleg. Eres. Ott volt ott a játékos. Bács védekezett jól. Balog.
láttunk már világversenyen is tőle, meg elvéselejtezőn is félpályás gólt, most csak beijesztett. Juhász. Való Liget várja majd megint Juhász. Pánid is kérte a labdát, de nem kapta. Podzer volt túl agresszív. Juhász, ott érkezett Balog. Nova is keze most jó helyen volt. Ott Székely nem bánthatta Hagbartot, mert hogyha bántja, akkor abból egyből kizárás is lehet. Hagbart a gólszerző tehát. Második válogatott gólja a brazil csapatban. Juhász. Ligetvári. Mostan belépünk az utolsó percbe. Ligetvári. Balog. Nem tudta a szélsőnek tenni. Bánhidinak próbálta. Ott volt Tiágus Petrus. Nová is. A kapufára dobja. Marad a 22 brazil gól. Lesz-e 30 magyar oldalon. Juhász egy kicsit megáll. Abból a keresztpasszokból ugye az utóbbi percben tudtak indulni a brazilok. Mekkora assziszt volt ez Balogh Zsolttól. Ország a harmadik találata. Él a játék kapcsolat kettejük között. És akkor ezt a maradék 15 másodpercet kellene kivédekeznünk. 7 brazil is a pályán támadásban, kapus nélkül a vendégek azért támadnak, hogy 23 góllal fejezzék be a mérkőzést. Győzni mi fogunk, így meg aztán na azért kivárom a végét. Hát megint 11 gólt sikerült csak kapni ebben a félidőben is, mint ahogy a siófoki torna összes félidejében. Magyarország-Brazília 30-22, ezzel tornagyőztes a magyar válogatott, de ami ennél fontosabb, az, hogy olyan tapasztalatokkal is gazdagodott, amit majd júniusban Szlovénia ellen föl lehet használni. Mert hogy következik majd a magyar válogatott életében egy sorsdöntő párosítás, egy olyan magyar-szlovén dupla mérkőzés, amelyen a világbajnoki részvétel lesz a tét, és az a világbajnokság már számít az olimpiai kvalifikációba. Nem kell mondani, mennyire fontos. Lyubomir Vranyesnek tehát az EB után megvan az első, illetve második győzelme magyar szövetségi kapitányként. Nyilván ez is fontos, meg nyilván az is majd, hogy a mérkőzés végén ő mit mond. 30-22 tehát Magyarország-Brazília találkozó, tornagyőztes tehát a magyar csapat.